Sztrájkra készülnek. Még nincs megállapodás arról, hogy mennyi volánbusz áll meg az ötnapos munkabeszüntetés ideje alatt a megyében. Sok az érdeklődő. A megyében 150 ingatlan, még Nyíregyházán az elérhető lakások körülbelül 5%-a alkalmas arra, hogy igénybe vegyék rá a családok otthonteremtési kedvezményét. Ismét bizalmat kapott. Újabb 5 évre Comba Csabát választotta elnöknek a Vállalkozók Országos Szövetségének Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. Ötnapos sztrájkra készülnek a jövő héten a volán dolgozói. A munkabeszüntetés húsvét hétfőn kezdődik és péntekig tart. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Még nincs megállapodás arról, hogy mennyi busz áll meg a sztrájk ideje alatt a megyében. A szabolcsi szakszervezeti vezető azt mondta, 3%-os béremelést és havi 5000 forintos béren kívüli juttatást kérnek. Az üzemeltető Észak-Magyarországi Közlekedési Központ ZRT még dolgozik a jövő heti menetrendeken, azt a hét második felében hozza nyilvánosságra. Egymás mögött állnak a távolsági buszok a pályaudvaron. A jövő héten ritkábban lehet majd ilyet látni. A sztrájk miatt kevesebb busz indul és érkezik. Az utasok többsége támogatja a buszvezetők munkabeszüntetését. Ha nem emelik a béreket, az árak mennek fölfelé, szerintem jogos a sztrájk. Nyugdíjas vagyok, nem, engem nem annyira érint, de a diákokat szerintem érinti. Alkalmazkodok inkább, mert jogos a követelésük. A szabolcsi buszvezetők átlagosan nettó 120-130 ezer forintot keresnek, 3%-os béremelést és havi plusz 5000 forintos béren kívüli juttatást kérnek. A megyei szakszervezeti vezető azt mondta, kénytelenek sztrájkolni. Írásba egy értelmes bérmegállapodást még nem kaptunk, jelenleg is folynak a tárgyalások, hát már most ez egy kényszerítő eszköz, hogy hát ha történik valami. Húsvét hétfőn március 28-án indul a sztrájk és péntekig tart. Szabolcsban a helyi és helyközi közlekedésben 800-an dolgoznak, 40%-uk tagja a szakszervezetnek. A megyei elnök abban bízik, hogy sokan csatlakoznak a sztrájkhoz. Első nap egy szerényebb, tehát ott nem is nagyon lesz kimaradás, második naptól ilyen 66%-os közlekedés fog történni. És ezen dolgozik most a munkáltató, amit majd jóvá hagyunk, hogyha kész lesz, ha látjuk. Most az elégséges szolgáltatásokról kell megállapodni az üzemeltető Észak-Magyarországi Közlekedési Központnak a szakszervezetekkel. Kerestük a céget is, a Miskolci Központban azt mondták, hogy a hét második felében készül el a sztrájk idejére vonatkozó menetrend, azt azonnal nyilvánosságra hozzák, hogy az utasok pontosan tudják, hogy mikor, honnan, milyen busz indul. Naponta csaknem 1000 járat indul a megyében. 90 helyközi és 110 helyi autóbusz közlekedik. Arról nem tudni, hogy ha a munkabeszüntetés ellenére sem lesz bérmegállapodás, folytatják-e a sztrájkot. Április 5-én reggel 8 órától üzemszerűen működnek az új trafipaxok az ország 134 pontján, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 6 helyen. A Véda közúti intelligens kamerahálózat összesen 14,5 milliárd forint Európai Uniós támogatást kapott a 2012 és 2015 között befejezett közlekedésbiztonságot javító fejlesztésekre. Az Országos Rendőrfőkapitányság még 2015. decemberében mutatta be a rendszert, az elmúlt hónapokban a tesztidőszaknak köszönhetően még egyetlen büntetést sem küldtek ki. A rendőrség összesen 365 fix kamerát telepített, amely segítségével egyetlen felvétellel akár 3-4 féle bírságot is kiszabhatnak. A kamerák az első és hátsó rendszámot is képesek leolvasni, a lézerszkenner 3D-s modellt készít az autóról, a radar pedig a jármű sebességét méri. Büntetik többek között a záróvonal átlépést, a gyorshajtást, de azt is rögzítik, ha pirosan megy át az autó, vagy olyan irányba hajt, amerre a közúti jelzések szerint nem mehetne. A statisztikai adatok szerint több mint 16.200 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt 2015-ben Magyarország közútjain. Ez a szám az előző évhez képest 2,5%-os növekedést jelent. A Véda segítségével szeretnék ezt a számot csökkenteni.
Szakemberek szerint nem magasak ma a lakásárak Magyarországon, inkább hasonlítanak a dél-balkáni országok áraihoz. Elemzők most az elérhető állami támogatással nyújtott hitel megjelenésével az ingatlan piac még erőteljesebb élénkülését, így az árak növekedését várják. A megyében 150 ingatlan, míg Nyíregyházán az elérhető lakások körülbelül 5%-a alkalmas arra, hogy igénybe vegyék rá a családok otthon teremtési kedvezményét. Sok az érdeklődő a csak 10 plusz 10 millió forintos állami támogatással nyújtott lakáshitel iránt a megyei pénzintézetekben, de még számos egyedi kérdés nehezíti a pontos tájékozódást. Ennek a megoldásában segítettek azon a konferencián, amelyet egy országos roadshow 9. állomásaként Nyíregyházán is megrendeztek. Élénk érdeklődést mutatnak az ügyfelek. Nyilván kevés még az elkészült lakás, ami szóba jöhet, de az év második felére komoly felfutást várok ebbe a témában. A leggyakoribb kérdés a jogosultság fennállására vonatkozik, hiszen szakember nélkül ezt nagyon kevesen tudják megítélni. A bankba betérő ügyfeleket elsősorban a használt lakásvásárlás érdekli. Az internetes oldalunkon már több százezren érdeklődtek a lehetőségek iránt. Ugye nyilván ennek egy szűkebb része, aki már megjelent használt lakásként valós igénylőként, és ma természetesen van folyósított ügyletünk is. Az országos tendenciához hasonlóan a megyeszékhelyen is élénkült a lakáspiac. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyékben főképpen a városias ingatlanokat keresik a családok, itt jóval alacsonyabbak az árak. Ebből a csak 10 plusz 10-es támogatásból már lehetőségünk van akár egy több mint 90 négyzetméteres újépítésű lakás megvásárlására, vagy megépítésére, úgyhogy ez a fajta segítség azoknak, akik jól átgondoltan, biztosra, kockázatokat lehetőség szerint mérsékelve, tehát legalább két vagy már meglévő három gyerekkel igénylik a támogatást, azoknak egy nagyon jó lehetőség. A rendezvényen nem csak általános információkat hallhattak az érdeklődők az igényléstől a támogatásig, hanem az egyedi kérdéseiket is megválaszolták a szakemberek. Újabb 5 évre Comba Csabát választotta elnöknek a Vállalkozók Országos Szövetségének Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. A régiói vezető legfontosabb feladatának azt tartja, hogy sikeres uniós pályázatokhoz segítsék a megye vállalkozóit. A Kantémusz kórus előadásával kezdődött tavaly novemberben a megyei Prima díj kiosztó. 10. alkalommal rendezte meg a Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetségének megyei szervezete. A régiói elnök az elmúlt 5 év legfontosabb eredményének azt tartja, hogy sikerült megismertetni a szervezetet a közvéleménnyel. Bekerültünk a köztudatba, számítanak a véleményünkre nagyon sok fórumon, nagyon sok szinten, beleértve a megyei vezetést, a város vezetését, az egyéb érdekvédelmi szervezetet, a kamarával való kapcsolatunk építését. Tehát ezek a kapcsolatok épültek és erősödtek. Kis szerelők készülnek a nyíregyházi legógyárban. Nem csak játék, hanem valódi dolgozókra is szükség van a megyében. A felmérések szerint szakképzett munkaerőből hiány van. Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára azt mondta a Kölcsei Televíziónak, hogy a munkára jutó adóterheket kell csökkenteni ahhoz, hogy a jól képzett fiatalokat meg tudják tartani a hazai vállalkozások. 100 forint bruttó bér a munkáltatónak 128,5 forintjába kerül, a munkavállaló megkap belőle 66 és felett. Ezt a helyzetet meg kell szüntetni, és azt gondoljuk, hogy miután most tavasszal elindul a 2017. évre vonatkozó adójárulék költségvetés bértárgyalás, itt kell a vállalkozóknak, a munkaadóknak, a VOSZ által képviselt körnek hangsúlyosan elmondani, hogy a vállalkozói élőmunkaterheket érdemi módon csökkenteni kell. Ellenszavazat nélkül választották meg a VOSZ megyei elnökévé Comba Csabát. A régi új elnök legfontosabb feladatának azt tartja, hogy segítse a vállalkozásokat az uniós források felhasználásában. Minél több feladatot tudjunk a vállalkozók részére, munkát, tehát ez a feladat nálunk, szerezni, lehetőség szerint megyei szinten is. Minden szakmában vannak kiváló vállalkozásaink, akik a fejlesztési tervekben, kivitelezésekben részt tudnak venni. Ez az egyik. A másik pedig a tagépítést tartjuk nagyon fontosnak, hogy növekedjen a beágyazottságunk a társadalomban és a vállalkozó rétegben. A küldőgyűlésen 4 országos küldöttet is megválasztott a testület. A Jobbik ifjúsági tagozata a fiatalok, főként a diákok hangját szeretné eljuttatni a parlamentbe a Hallasd a hangod elnevezésű országos kampánnyal. A kezdeményezés célja, hogy összegyűjtsék a fiatalokat érintő problémákat,
és azokat a Jobbik képviselői az országgyűlés elé tárják. Erről a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján beszélt Lengyel Máté, Szabolcs-Szatmár Bereg megye egyes számú választókerületének elnöke. 2016-ban a valódi nemzeti konzultációt hirdettünk, és ennek keretén belül az ifjúsági tagozat elindította a Hallasd a hangod, hangozzon el a te véleményed is az országgyűlésben elnevezésű kampányt. Ezzel nem csak az a célunk, hogy az ifjúság körében tapasztalható problémákra felhívjuk a figyelmet, illetve hogy kikérjük az fiataloknak a véleményét, hanem az is, hogy nagyobb politikai aktivitásra serkentsük a fiatalokat. Terepjáróba hajtott egy személygépkocsi Nyíregyháza és Nagykálló között Nyírjes Tanya külterületén. Ma reggel a terepjáró forgalmi okok miatt megállt. A mögötte érkező autó vezetője erre későn reagált, így hátulról neki ütközött az álló terepjárónak. A személygépkocsi vezetője megsérült, őt a mentők kórházba szállították, az anyagi kár jelentős. Széchenyi István munkásságára és a Tisza szabályozásának 170. évfordulójára emlékező kiállítás nyílt Nyíregyházán. A tárlatról hamarosan szólunk, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Az 50 kilométeres távon is teljesítette az olimpiai szintet Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló a szlovákiai Dodincében 3 óra 53 perc 54 másodperces idővel ért célba. Így Pokrovenszki József tanítványa a 20 kilométer mellett a hosszabbik távon is rajthoz állhat a riói ötkarikás játékokon. A sporták további népszerűsítése, az utánpótlás bázis bővítése és a sportdiplomáciai kapcsolatok erősítése. Többek között ezek szerepelnek a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kézilabda szövetség új elnökének programjában. Major Tamás elképzeléseiről ma tájékoztatta a sajtóképviselőit. Széchenyi István munkásságára és a Tisza szabályozásának 170. évfordulójára emlékező kiállítás nyílt Nyíregyházán. A tárlaton feljegyzéseket, különböző tárgyakat és iratokat tekinthetnek meg a látogatók. Március 22-e a Vízvilágnapja, ezért is szervezték erre az alkalomra a megnyitót. Március 22-e már 1994 óta a Vízvilágnapja. Ebből az alkalomból nyílt kiállítás Nyíregyházán, amely Széchenyi István munkásságára és a 170 éve indult Tisza szabályozására, valamint annak jelentőségére emlékezik. A tárlatra több megyei és országos közgyűjteményből kaptak emlékeket, így például a Duna Múzeumtól és a Magyar Nemzeti Múzeumtól is. Kettő dolog is, amihez kapcsolódik a kiállítás, ugye ez a Tisza szabályozásának az évfordulója, ami 1846. augusztusában kezdődött meg. Az első teremben ezt láthatjuk, ennek az előzményeit és néhány évbeli következményeit, tehát olyan a szabadságharc és forradalomig jutunk el a kiállításban. A második teremben pedig kifejezetten Széchenyi Istvánnal foglalkozunk, ugye a Széchenyi születésének is évfordulója van, és a megyében és ugye az országban található kisebb tárgyakkal, esetleg iratokkal mutatjuk be az ő életét. A megnyitón elhangzott, a múlt eredményeivel és a jelen problémáival egységet alkotva lehet a jövő feladatait kijelölni. 1845-ben Széchenyi István bízta meg Vásárhelyi Pált a Tisza szabályozásának megtervezésére. A mérnök akkori munkája mai napig alapot biztosít a fejlesztésekhez. Ez az alapja, tehát akkor a szabályozási tervek alapján született egyfajta végrehajtás, és a mai munkáknak is ez az alapja. Nem véletlen, hogy amit az elmúlt évtizedben végeztünk és végzünk, annak a neve az, hogy Vásárhelyi terv továbbfejlesztése. Tehát teljes egészében azt a logikát követjük, arra építünk, épül a mai új tervezés és végrehajtás, ami akkor készült. A Széchenyire és a Tisza szabályozására emlékező tárlatot szeptember közepéig tekinthetik meg az érdeklődők a Nyírvízpalota második emeletén. Az 50 kilométeres távon is teljesítette az olimpiai szintet Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló a szlovákiai Dudincében 3 óra 53 perc 54 másodperces idővel ért célba, így Pokrovenszki József tanítványa a 20 kilométer mellett a hosszabbik távon is rajthoz állhat a riói ötkarikás játékokon.
A 20 kilométeres távon az olimpiai szintet már korábban teljesítő gyalogló novemberben és januárban is sérüléssel bajlódott, az elmúlt hetekben viszont panaszmentes volt, így úgy döntött, hogy életében először rajthoz áll az 50 kilométeres távon is. A szlovákiai Dudincében a rangos mezőnyben nagyszerűen szerepelt Pokrovenszky József tanítványa, aki a 4 óra 3 perces olimpiai szintől több mint 8 perccel jobban gyalogolva szerezte meg a magyar bajnoki címet és az újabb ötkarikás indulási jogot. Ennek a versenynek nagyon nagy hagyománya van. Több ország is itt rendezi meg az országos bajnokságát, így lesz ez egy nagy nemzetközi verseny is. Itt voltak Dél-Amerikából, Koreából, Japánból, Afrikából, egész Európából. Az én versenyszámomban 87 induló volt. Indult a 2012-es olimpiának az ezüstérmes gyalogolója, világbajnokok is gyalogoltak itt. Tehát nagyon nagy mezőny volt, és ezért is értékes az a 16. hely, amit megszereztem. Magyar gyalogló, a tatabányai Kis Antal legutóbb az 1968-as olimpián indult mindkét távon. Jelen állás szerint Helebrant Máté nem követi az akkor 50 kilométeren ezüstérmes elődje példáját. Papíron indulhatnék 20 és 50 kilométeren is, de valószínűleg nem fogjuk ezt bevállalni, mivel egy hét van a két versenyszám között, és teljesen felesleges lenne, hogy egy 20 kilométer után egy 50 kilométert is bevállaljak. Valószínű vagy az egyik, vagy a másikon fogok, de ezt még nem tudjuk Józsibával. Helebrant Máté április végén Békéscsabán a 20 kilométeres országos bajnokságon rajthoz áll, aztán már az olimpiai felkészülésre koncentrál a nyíregyházi gyalogló. A sportág további népszerűsítése, az utánpótlás bázis bővítése és a sportdiplomáciai kapcsolatok erősítése. Többek között ezek szerepelnek a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Kézilabda Szövetség új elnökének programjában. Major Tamás elképzeléseiről ma tájékoztatta a sajtóképviselőit. Tesmájer Gábor lemondása után március elején választott új elnököt a megyei kézilabda szövetség. A tagság Major Tamásnak, a Kisvárdai KC elnökének szavazott bizalmat. A játékosként az Ópályi együttesében még mindig aktívan kézilabdázó sportvezető bemutatkozó sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a stabil háttérrel rendelkező megyei szövetség tovább viszi az elmúlt években megkezdett programokat, azaz folytatódik a játékvezetőképzés, ismét megrendezik a több mint 1000 utánpótlás korú játékost megmozgató Szabolcs kupát, valamint a nemzetközi Junior kupát. Mindenképpen szeretnénk folytatni. Láttuk azt, hogy érdeklődés van rá. Láttuk azt, hogy az utánpótlás létezik, és van kivel dolgozni, és látjuk azt, hogy a játékvezető képzésben is megindult az a folyamat, ami a fiatalitás felé viszi a mondani valót, úgyhogy mindenképpen szeretnénk mind a hármat folytatni a Juniort is. Ha ebben az évben már nem is tudnánk véletlenül bármi oknál fogva ezt véghez vinni, a következő évben mindenképpen pótoljuk. A szövetség újonnan választott alelnöke Baracsi Endre szerint fontos az infrastruktúrális háttér javítása, mert a gyerekeket csak megfelelő körülmények biztosításával lehet a kézilabda pályákra csábítani. Játéknak a népszerűsítése azt hiszem az a legalapvetőbb, illetve hogy valóban már az alapfokon, az óvodákban, iskolákban már ez úgymond elérhető sportá váljon, úgyhogy ebben mindenképpen szeretnénk előrelépni. Másrészt pedig szeretnénk azt a hátteret, legyen az akár szakmai, legyen az akár infrastruktúrális háttér, valamilyen szinten javítani, amely mind a kézilabdához, mind pedig egyéb sportágakhoz szükséges, mert nem beszéltünk csak kézilabdáról, hogy egy termet felújítunk, ez az minden más sportág szempontjából fontos, de természetesen ezek a fejlesztések, ezek megvalósítják. Előtt állnak, és igyekszünk ezekbe lépést tenni előre. A megyei férfi bajnokságban jelenleg 7, a nőknél pedig 10 csapat szerepel. Az elnök reményei szerint a jövőben mindkét nem képviselőinél növekszik majd a résztvevők száma. Idén is várják a családokat a Nyíregyházán már hagyománynak számító 24. nyuszi futásra. Az óvodásoknak 400 méteres, az általános iskolásoknak pedig 800 méteres távot kell teljesíteniük, de családi számban is indulhatnak a versenyzők. A Városi Stadionban március 26-án szombaton délelőtt 10 órakor kezdődnek a programok, többek között táncműsorral, tombolával, állatsimogatóval és süteménykóstolóval is készülnek a szervezők. A futáson kívül húsvéthoz kapcsolódó jelmezversenyen is indulhatnak a jelentkezők, valamint hémes tojásfát is állítanak majd a rendezvény helyszínén. A tavalyi évben több mint 1000 látogattak el a nyuszi futásra, és már 50-nél is több támogató segíti a programokat.
A Szabolcs Takarék Szövetkezet 5. alkalommal fő támogatója ennek a nagyszerű rendezvénynek, és bízok abban, hogy ezáltal sportszerető családok százai fognak kilátogatni a szombati rendezvényre. A társadalmi szerepvállalásunkban hozzátartozik az ilyen nagyszerű események támogatása. A nyíregyházi eseményeket megkülönböztetett figyelemmel nézzük, és én azt hiszem, hogy mivel ez a 24. alkalom, ez garancia a rendezvénynek a sikerességéhez. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. 5 napos sztrájkra készülnek a jövő héten a Volán dolgozói. A munkabeszüntetés húsvét hétfőn kezdődik és péntekig tart. Még nincs megállapodás arról, hogy mennyi busz áll meg a sztrájk ideje alatt a megyében. A szabolcsi szakszervezeti vezető azt mondta, 3%-os béremelést és havi 5000 forintos béren kívüli juttatást kérnek. Az üzemeltető Észak-Magyarországi Közlekedési Központ ZRT még dolgozik a jövő heti menetrenden, azt a hét második felében hozza nyilvánosságra. Szakemberek szerint nem magasak ma a lakásárak Magyarországon, inkább hasonlítanak a dél-balkáni országok áraihoz. Elemzők most az elérhető állami támogatással nyújtott hitel megjelenésével az ingatlanpiac még erőteljesebb élénkülését, így az árak növekedését várják. A megyében 150 ingatlan, míg Nyíregyházán az elérhető lakások körülbelül 5%-a alkalmas arra, hogy igénybe vegyék rá a családok otthonteremtési kedvezményét. Újabb 5 évre Comba Csabát választotta elnöknek a Vállalkozók Országos Szövetségének Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. A régiói vezető legfontosabb feladatának azt tartja, hogy sikeres uniós pályázatokhoz segítsék a megye vállalkozóit. A Kölcsei Televízió iradóját látták március 22-én kedden. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd önöket. Tudósításainkat megtalálják honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Nem változik számottevően időjárásunk, miközben északkelet felől továbbra is hűvös levegő szivárog térségünkbe, dél felől egy mediterrán ciklon súrolja térségünket. Számottevő csapadékot nem hoz, de megerősödik majd az északi szél. Éjjel csökken a felhőzet, kiderül az ég, az élénk északnyugati szél legyengül, és hajnalig többnyire gyenge marad a légmozgás, reggelre általában -1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap reggeltől dél felől előbb fátyol felhőzet vonul fel, majd napközben helyenként meg is vastagszik a felhőzet, emellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Jelentős csapadék nem valószínű, de kisebb eső késő délutántól kialakulhat, az északkeleti szél megélénkül, helyenként meg is erősödik, délutánra 11 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Az elkövetkező egy hét során napközben ugyan néhány fokot emelkedik a hőmérséklet, de péntektől vasárnapig hajnalonként nagyobb területen is lehet gyenge fagy az országban. Az időjárás képe napról napra változik, de országos nagy csapadék nem lesz. Legfeljebb elszórtan alakulhatnak ki rövid záporok. A két legnaposabb nap péntek és vasárnap lesz.